Hölgyeim és uraim! Történelmi mélypontra süllyedt Magyarország korrupciós megítélése. Számolt be róla még februárban a Transparency International. A szervezet akkor kiemelte, a korrupciós pontszám alapján Európában már csak Bulgária van mögöttünk. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy most uniós pénzből szorítanák vissza Magyarországon a korrupciót. A Nemzeti Védelmi Szolgálat 5 milliárd forintot kapott ugyanis arra, hogy megelőzzék a közpénzek elfolyását. Mindeközben az LMP továbbüti a Fideszt az uniós költségvetés körül kialakult vitában. A zöld párt azt sérelmezi, hiába irányoz elő az unió eurómilliárdokkal több pénzt a biztonságra, a Fidesz továbbra is álvitákkal foglalkozik. Az ellenzéki párt úgy véli, a kormánypártot azért nem sürgeti az új költségvetés elfogadása, mert a Fideszhez köthető oligarchák eddig is nyertesei voltak a jelenlegi gyakorlatnak. Vágó Gábor, antikorrupciós szóvivő az LMP-től. A vendégem, jó reggelt kívánok! Ezen pillanatokon belül antikorrupciózunk és korrupciózunk, de röviden adjon nekem egy helyzetértékelést. Éppen hogy áll most az LMP? Én azt gondolom, hogy azok a zöld értékek, amik miatt megalapítottuk ezt a politikai közösséget 2009-ben, újra elkezdtek nagyon hangsúlyossá válni az LMP-ben, és az a hosszú távú gondolkodás, ami nem csupán arról szól, hogy mi van Magyarországon, mi lesz a földbolygónk sorsa, az a politikánknak ismét az első három prioritása közé kerül. Hogyha azt mondjuk, hogy politika, akkor ugye Ungár Péter írt egy vitaindítót, és sokan úgy értékelik, hogy ő neki ment ennek a vitaindítónak. Hát az kétségtelen, hogy most folyik egy stratégiai vita a párton belül, és ennek a stratégiai vitának egy mellékzöngéje az a vita, ami közöttünk van. Mellékzönge az, hogy az LMP-ben mennyi konfliktus van, hogy volt olyan újságíró egyébként, aki nem mondjuk úgy, hogy politikailag determinált újságíró, aki azt a kérdést föltette, hogy van-e egyáltalán LMP, tehát hogy nagyon nehéz volt megnézni a frontvonalakat, az egyik alelnök, vagy az egyik társelnököt megütik, a másikat kizárják, az egyik kilép, a másikat visszaveszik, az egyik lemond, és gyakorlatilag az ember kapkodja a fejét, hogy mi zajlik az önök pártjában. Kétségtelen, hogy a április 8-ai választás hiába volt az LMP számára kedvező, de az egész ellenzéknek egy nagy pofont jelentett. Önöknek kedvező volt? Hát sokkal több szavazatot szerzett az LMP. Kedvező volt ahhoz képest, hogy én itt ebben a stúdióban meg annyiszor beszélgettem a szélkormány megalakulása utáni stratégiai döntésekről? Természetesen, és hogyha hagyja, hogy befejezze a mondatot, a második fel az pontosan arról szólt volna, hogy a céljainkat nem tudtuk elérni, nem sikerült elérni a kormányváltás, sőt, és itt nem csupán az LMP-nek, az egész ellenzéknek hatalmas felelőssége van, és mi ezzel a felelősséggel szembenézünk, és most egy kicsit hangosnak tűnik ez a szembenézés, de azt gondolom, hogy ez nem elég, hogy kiírjuk magunkra fél évente, hogy jaj, megújultunk, hanem tényleg az alapokig le kell menni, és nem csupán a felelősöket kell megtalálni, hanem problémát magát ahhoz, hogy meg tudjuk gyógyítani. Nem felületi kezelésre van szükség, hanem alapjaiban újra kell gondolni azokat a stratégiákat, amivel az ellenzéki pártok eddig politizáltak, és így az LMP-nek is újra kell gondolnia önmagát. Ez óhatatlanul konfliktusokkal jár. Mikor záródik le ez a belső-külső vita? Én azt gondolom, hogy október elejére, amikor is meg lesz hirdetve egy kongresszus, akkor óhatatlanul ennek vége kell, hogy legyen. Záró kérdésem a témával kapcsolatban az például nem zavarja, hogy erről kérdezem én is, meg nagyon sokan mások, és miközben beszélgethetnénk akár ebben az elmúlt 4 percben is az antikorrupcióról, korrupcióról. Jó, akkor menjünk tovább. Nem, viszont megértem, mert én is dolgozni szeretnék. Tehát nekem az a célom, az a motivációm, hogy Magyarországot és a világot egy jobb helyét tegyem. Óhatatlanul az eszköz, ami a hatalom. Az eszközön sokkal nagyobb hangsúly van mostanában, ugyanúgy a média is inkább a politics típusú kérdésekre fókuszál, mint sem arra, hogy hogyan tudunk ajánlatokat adni. Ezért dobtam föl önnek ezt a kérdést, hogy nem zavarja, hogy minden beszélgetés egyharmada fele elmegy például ezzel, de akkor nézzük. Rendet rakunk gyorsan, hogy ne erről legyen szó. Így van. Ugye az egy pozitív hír is lehet akár, hogy például olyan pénzek érkeznek, amelyek éppen azt szolgálják, hogy kevesebb legyen a korrupció, vagy mondjuk úgy, hogy nehogy elfoljon a pénz. Hát ahogy az előző fejlesztési ciklusban is volt egy ilyen program, ami pont a korrupciómentesítés szolgálta volna, és ott is eléggé durva órabérek voltak, és elfolyt a pénz. Tehát, hogyha azt veszik például, hogy mit csináltak az előző antikorrupciós állami forrásokból, akkor ennek nem lesz jó vége. Akkor ön azt mondja, hogy a most az elfolyás ellen kapott pénz is el fog folyni? Nagy valószínűséggel, de én
én örülnék, hogyha nem így történne. Itt azt kell látni, hogy fölépült egy olyan rendszer, ami most már a NER 3.0-ban teljesen máshogy működik, mint előtte volt. Ugye az az új feudális rendszer, ahol vannak földesurak és egy vazallusi hálózat alakult ki az oligarchák alatt a tender középosztállyal, az most már úgy alakult át, hogy már nem is kell strómanokat alkalmazni. Tehát, hogy az, hogy Mészáros Lőrinc is eladta bizonyos cégben részesedései Tiborcz Istvánnak, azt jelenti, hogy nyugodtan föl tudják vállalni, hogy az Orbán család ez egyre gazdagabb lesz, sőt, a leggazdagabb az országban. Viszonylag kevesen számolunk milliárdokban már, hogyha családi költségvetést nézzük, de hogyha egy arányszámban segítene nekem, akkor hogyha mondjuk 100 forint érkezik jelenleg Magyarországra, akkor abból a 100 forintból mennyi használódik fel arra, vagy mennyit hasznosítanak arra, amire szánták, és az ön narratívájában mennyi folyik el, vagy mennyi ebben a korrupció? Ez nem az én narratívám, korrupcióval foglalkozó szakemberek, akik ilyen nagy adathalmazokat néznek közbeszerzéseknél, számolták ki, hogy 35-40%-kal vannak túlárazva a közbeszerzések. Hova kerül a pénz? Javarészt, hogyha terepen mozog az ember, vállalkozókkal beszél, akkor számos esetben azt hallja, hogy ők pályáznának uniós forrásokra, csak a pályázatíró azt mondja, hogy rendben, a java részét, akkor a projektnek, a kommunikációnak a kivitelezés bizonyos részét, akkor azt ők csinálják majd, ők adnak árajánlatot. Másrésztről van egy olyan eset is, amikor az oligarcháknak a cégei, Garancsiék, Mészáros Lőrincék verseny nélkül pályáznak, és ez látszik, hogy ez harmadával megdrágítja a pályázatokat, a kivitelezést, hiszen egyszerűen nincsen verseny ezen a piacon, és sajnálatos módon van egy olyan arányszám, ami igazán beszédes a világban. A Magyarország most már a 160. helyen van afrikai országok között, a helyi vállalkozások közötti verseny. Magyarország az afrikai országok között van abban, azon a listán, ami a helyi versenyt mutatja meg, hogy mekkora a helyi verseny. Ugye a gazdaságot, ami pörgeti közép- és kisvállalkozások, hát hogyha ők ennyire ezt megérzik például, vagy a nagyvállalatok is akár, akkor miért nem tesznek ez ellen? Tehát miért nincs szakszervezeti tüntetés, miért nincs kisvállalkozók felvonulása a Kossuth téren, hogy le a korrupcióval, nem szeretnénk fizetni XY-nak azért, hogy miénk legyen a tender? Teljesen jogos a kérdés. Szépen lassan akult ki a rendszer, ezért mindenki alkalmazkodott hozzá, és itt az előbb fölmutatta a Népszavának a mai címlapját, és ott volt a felső sávban egy felirat, amit Gerős Tamás mondott, és nagyon megragadta a figyelmemet, az azt mondta, hogy a munkatörvénykönyvét is a német ipari lobby írt a magyar segédlettel. És ez nagyon benne van, hogy valójában az Európai Unió, és itt nem csupán Magyarországról van szó, az a tőke Európája lett, és a tőke diktál, a tőke érdekeket pedig korrupcióval kövezik ki azt az utat, hogy a tőke érdek az tudjon érvényesülni. Jól értettem. És itt a szakszervezeteknek igazából nincsen sok eszköze sem, másrésztről rendkívül függő viszonyban vannak az államtól. Hogyha függő viszony, meg hogyha nem így mondta, de Mutyit emleget, és azt mondja, hogy lassan alakult ki a rendszer, és mindenki hozzá szocializálódott, ez azt jelenti, hogy a kisvállalkozók, középvállalkozók vagy jól élnek, vagy megpróbálnak élni a zavarosban, megpróbálnak élni a korrupció hálójában? Másrésztről pedig van egy olyan jelenség is, ami sokkal inkább... Én csak kérdeztem, így érzi? Van egy ilyen, nem mindenki tisztességtelen, de sajnálatos módon elmondható, hogy a tisztesség az versenyhátrány lett ma a piacon, és másrésztről van egy olyan jelenség is, hogyha valaki túl jól csinálja, nagyra nő, és tényleg tisztességesen látszik, hogy ez egy prosperáló vállalat, akkor jönnek és kopogtatnak, hogy hallom, eladó a céged, és megvennénk. Hogyha nem akarja eladni a céget, akkor pedig jön az állami hatóság, és akkor büntetéseket rónak ki rá. Hogyha akkor se akarja eladni, akkor szépen megváltoztatják a jogi környezetet úgy, hogy utána rá lehessen prosperáló. Ugye ön most felvázolt egy olyan rendszert, amit ön vélelmez, és nagyon nem tetszik, de hogyha... Számos olyan kutatást tudok mondani, amely mindezt alátámasztja. Tehát, hogy rendben, és mit tenne ellene? Igen, hát egyrésztről van már számos törvényjavaslat, amit beadtunk, de ez önmagában kevés, azt is látjuk. Itt valójában arról van szó, hogy
az állampolgárokat kell rádöbbenteni, hogy csak akkor lesz eredménye a tisztességért való küzdelemnek, amennyiben az tartós és kitartó, és hogyan tudunk olyan állampolgári akciókat megszervezni, kezdeményezni. Nekünk politikai közösségként kezdeményező lehetőségünk van, és ezzel élni is fogunk a közeljövőben, amelyek alternatívát tudnak adni, amelyek azt tudják mutatni, hogy akkor ne a tisztességtelen vállalkozót választ, ne az oligarchánál vásárolja, hanem választ a tisztességes vállalkozót. Ugye. És másrésztről pedig itt Európai Unió szinten is beszéltünk, és a legnagyobb probléma sok esetben az, hogy a nemzetközi vállalatok is ugyanúgy alkalmazkodtak ehhez a rendszerhez. De pont itt van a Microsoft botrány, amikor kibukott az, hogy bizonyos közvetítő cégek, amelyek közel állnak a miniszterelnök családjához, húztak két egyszeres háromszoros hasznot a Microsoft rendszer telepítésénél az állami vállalatoknál, viszont ugye Amerikában azok a vállalatvezetők is felelősek, akik harmadik országban követik el a korrupciót, ezért ők számon kérhetőek. Ilyen az Európai Unióban, ilyen szabályozás nincsen. Az Európai Uniós szabályokat is meg kell változtatni ahhoz, hogy olyan lator államok, mint Magyarország, aki visszaél a pénzekkel, és nem anomáliák a korrupciós esetek, hanem a rendszer szerves részei, azokat meg tudja a megfelelő módon büntetni, és ellenőrizni tudja a pénzeket, mert most jelenleg erre csak nagyon gyenge eszközei vannak az uniós hatóságoknak. Az, hogy mi lesz a törvényjavaslatokkal, az gyakorlatilag a parlamenti politikai matematika alapján szinte borítékolható, de említett egy mondatot, az állampolgári akció, azt majd kiderül, hogy az utcán mit tudnak ebben kapcsolatban csinálni. Időnk lejár, de biztos, hogy folytatjuk még. Vágó Gábor, köszönöm szépen, hogy én köszönöm a jobbakat.